Jó, Ranga, úgy döntöttem, folytatom is az olvasást. Müller Péter, Férfi élet, női sors című könyvéből olvasok fel fejezeteket. Azzal a céllal és szándékkal, nem titkolt, hanem kimondott szándékkal, hogy olvasásra sarkaljam az embereket. Mert nagyon-nagyon nagy szükség van rá. Nagyon-nagyon nagy szükség van rá. És igen, én is tudom egyébként a telefonnyomkodni. Észre sem veszem, 3 órát úgy nyomkodom a telefont, hogy bozolom. És akkor úristen, hova lett a nap? Jó, mondjuk itt szeretek csak így üldögélni, megnézelődni, de... De még jobb. Olvasni. Egyébként nem vagyok. Tehát én nem vagyok egy olvasós típus. De így veletek igen. Így veletek igen. Szóval. Müller Péter, Férfi élet, női sors, harmadik szemünk című fejezete, alfejezete, alcíme. A harmadik szem. Ha egy nő szellemileg önmagára ébred, tudja, hogy ő bár női sorsot él, de mégsem csupán ízig-vérig nő. Az is lehet, de mégis több, hanem ember. Felismeri, hogy nőiessége lényének csak a sors szerepe, és nincs teljességgel belevarázsolva a szerepébe. Csak is innen kezdve van lehetősége, hogy igazi nő legyen, és nem csupán egy nőstény. Az önmagára ébredt ember tudja, hogy nőnek lenni nem csupán egy biológiai folyamat végeredménye, hanem megoldandó sors feladata, melyet nem elég ösztönösen végigélnie, de tudatosan meg is kell formálnia még. Halhatatlan szelleme dolgozik azon, hogy igazi nő legyen. Egyre több lesz manapság az öntudatos nő. Öntudatos pedig akkor lesz valaki, ha harmóniába hozza önmagában a külső sors szerepét, a lelkében rejlő másik nemével, és ráébred arra, hogy a jól játszott sors szerepén túl mindenek felett ember, vagyis teljesség. Mert itt arról van szó. A hinduk ezt a ráébredést a jobb és bal szem látásán túl a harmadik szem kinyílásával fejezi ki. A két szemed nem csak a térlátás miatt van, hanem azért is, mert az egyik férfi a másik női módon lát. Az egyik analitikus és tagol, a másik meg egybelát. Ez nyilván összefügg a két agyfélteke funkcióinak a felfedezésével, ami kifejezetten a szétbontó, az életet részleteiben külön is megismerni akaró férfi rész zseniális kutató munkájának az eredménye. Az asztrológia úgy tartja, hogy van egy hold szemünk és egy nap szemünk. Együtt látunk a kettővel igazán. Megérteni valamit csak is úgy tudunk, ha szétszedjük, s megnézzük, mi van belül. Ősi gyerek ösztönez, de macskát vagy verebet boncolni, főleg a kisfiúk szoktak. Meg akarják nézni, hogyan működik. Persze nem jönnek rá, mert ami működteti a macskát, szemmel nem látható. Hogy mitől pusztul el egy macska, azt meg lehet állapítani, de hogy mitől él, és mitől macska egy macska, azt nem lehet megválaszolni. Van egy férfi és egy női tekintetünk. Ha a női szemmel nézzük a macskát, szeretjük. Függetlenül attól, hogy milyen belül. Valami kimondhatatlan rokonságot érzünk vele, és ilyenkor néha még azt is megsejtjük, milyen macskának lenni. A férfi szemünk inkább ésszel, a női szemünk inkább az érzelmek alapján osztályozza a világot. De már maga ez a szétválasztás is férfi mondat, mert ez a kettő soha sincs egészen külön. Nem is lehet. Akiben az érzés és az értés teljesen szétszakad, megszűnik embernek lenni.
Ez a két szemünk titka, de van egy harmadik szemünk is. Ezzel a valóságot látod, ami a kettőség látszatán túl van, túl a tárgyi világon. A harmadik szem léleklátó. A harmadik szemed nem csak azt látja, mitől macska a macska, hanem azt is, mit érez, mit gondol, és hány évig éli még macska sorsát. Minden hindú nő homlokán ott ez a kis piros pötty. Ezt jelképezi. Én úgy hívom angyalszem. A jógik homlokán egy kis naphold van, a kettő itt már egyé vált. A harmadik szem lát igazán. Ha még valakinél nem nyílt ki, vak. A feleségem homlokán sokszor láttam ezt a piros pöttyöt. Akkor is, ha nincs ráfestve. Tudom, hogy engem nem csak néz, de lát is. Óriási különbség. A boldog párkapcsolat titka. Jó feleség. Csak aki több, mint nő, lehet jó feleség. És jó anya is. Ez egy ilyen nagyon rövid alcím volt. Következő, az angyal szemről még egyszer. A kisgyermek még csak készül a nemi szerepére. Még angyal. Ezért nem érted őt, vagy gyakran félreérted, mert te már belevarázsoltad magad a szerepedbe, és nem tudsz angyal szemmel nézni. Az övé az. Nem tudod, mit lát vele, fogalmat sincs már. A csak férfi szem fél szem, és a csak női szem is. A babának azonban még nem csukódott le teljesen a harmadik szeme. Olyasmiket is lát vele, amik számodra még láthatatlanok. Nem. Olyasmiket is lát vele, amik számodra már láthatatlanok. Bocsánat. A tárgyi világhoz még vaksi, de a lelki világban még sok mindent észlelni tud. Senki nem értheti a babáját, hogy miért nyúlkál a semmibe, és hogy vajon az ő számára is semmi az, amit meg akar fogni, vagy talán simogatni? Nem tudni, kiket lát még maga körül, és kikkel beszélget csecsemő nyelvén. Nagy titka a kis baba létnek, hogy miközben elkezd az új, testi világban tájékozódni, egyben az elhagyott lélekvilágtól is búcsúzik. Mindegyikünknek vannak szeretett kedvesei, akiket születésünkkel elhagytunk. Sok megfejthetetlen sírásnak és leállíthatatlan keserves bőgésnek ez az oka. Nem csak az, hogy csikar a baba hasikája. Ez az angyal szemünk, melyet a könyv elején az unokám fényképén láttál, idővel véglegesen lecsukódik. Szellemileg megvakulunk. Kinyitni később, felnőtt korban csak is a legmélyebb meditációban tudjuk, de ennek előfeltétele, hogy a bennünk élő férfi és nő teljes harmóniába jusson. Mediatív állapotban már nincs tudomásunk a nemünkről. Mivé leszünk? Az ember nem fejlődik, hanem kifejlődik. Kibontakozik. Megvalósul, ami benne rejlik. Lépésről lépésre azzá lesz, amit hozott magával. Érdekes megfigyelni, hogy egy babából hogyan kezd kibomlani a benne rejlő férfi vagy nő. És azt is, hogy ez a folyamat hogyan tud az ostoba családi és társadalmi környezet miatt felismerhetetlenül eltorzulni. A magával hozott tiszta minta a világ présébe kerül, ami rányomja minden szokását, divatját, előítéletét és a gyermeket, ahelyett, hogy segíteni, hogy azzá váljon, aki könyörtelenül a saját torzképére formálja. Ez nem csak a férfi vagy női szerepekre vonatkozik. A sötétkor szomorú tünete, hogy csak kevesen tudunk azzá lenni, amire születtünk. A legtöbb embert teljes egészében a külvilág programjai működtetik.
anélkül, hogy ez tudatosodna benne. Képtelen magát megvédeni. A beteg kor számtalan ráhatással, tehát a beteg kor számtalan ráhatással, neveléssel, vagy egyszerűen csak azzal, hogy körülveszi, mint egyedüli valósága, amelyben élnie kell, csipeket ültet belé, és innen kezdve azok irányítják. Észre sem veszed, hogy nem önmagad, hanem egy kor lenyomata vagy. Ahogy egy jó borász megmondja egy bor évjáratát, úgy egy bölcs, aki az örökkévalóság szempontjából ítél, pontosan meg tudja állapítani, hogy egy női lélek melyik történelmi korból, népből, vallásból, hiedelemrendszerből való. Mert más programok működtetik. Ezt azért fontos tudni, mert nem csak a szokások és előítéletek változnak, hanem a lelki habitusunk is. Nagyanyám másképp volt nő, mint az anyám. A lányom pedig egyikük sorsát sem tudná már leélni. És amikor barátnőm hozzáment egy muszlim férfihoz, úgy érezte, más világra került. Ha lelkileg nem felejti el európai önmagát, és nem törik bele a muszlim nők sorsába, belepusztul. Akármennyire szereti is a férjét. Akiről egyébként a saját közegében hamarosan kiderült, hogy hazájában egészen másképp férfi, mint ahogy egy más közegben megismerte és megszerette. A tehetség veszedelme. Nagy művészekben, akik önmaguk teljességét akarták megragadni, gyakran meginog a nemi identitás tudata, s lesznek a mindennapi életükben, vagy csupán a gondolat és érzésvilágukban, homo vagy biszexuálisok. Nem csak azért, mert az egészet akarják ábrázolni, és abban minden benne van, hanem azért is, mert a mű létrehozása során is egyszerre voltak az értelem és érzés, a szellem és a lélek, a fej és a szív lángelméi. Tudtak férfi és női módon is gondolkodni. Ezt akkor még egyszer, jó? A tehetség veszedelme. Nagy művészekben, akik önmaguk teljességét akarták megragadni, gyakran meginog a nemi identitás tudata, és lesznek a mindennapi életükben, vagy csupán a gondolat és érzésvilágukban, homoszexuálisok vagy biszexuálisok. Nem csak azért, mert az egészet akarják ábrázolni, és abban minden benne van, hanem azért is, mert a mű létrehozása során is egyszerre voltak az értelem és az érzés, a szellem és a lélek, a fej és a szív lángelméi. Tudtak férfi és női módon is gondolkodni. Az alkotás két nemű folyamat. A férfi a teremtő, a nő a létrehozó principium. Az egyik kiárad, a másik befogad. Más a teremtő, és más a létrehozó erő. Ahhoz, hogy bármi megvalósuljon, mindkét erőre szükség van. Ezért minden tehetséges művész, férfi és nő egy személyben. Amikor megkapja az ihletét, vagyis amikor a mű magja kipattan a lelkében, még férfi. Amikor azonban nagy türelemmel felnöveli a magot, megérleli és megvalósítja, nő. Megtermékenyíteni a lelket, csak is a férfi erő tudja. Létrehozni csak is a női erő képes. A létrehozáshoz sokkal nagyobb erő kell, mint a teremtéshez. A szikra kipattan, de az erdőtűzben már hatalmas erők szabadulnak fel. Ezért tapasztaljuk, hogy a nők erősebbek, és tovább élnek. Minden alkotásnak vannak férfi és női fázisai. Apja és anyja
vagyok műveimnek. Hát ez brilliáns. Gyerekek, ezt még egyszer. Az alkotás két nemű folyamat. A férfi a teremtő, a nő a létrehozó principium. Az egyik kiárad, a másik befogad. Más a teremtő és más a létrehozó erő. Ahhoz, hogy bármi megvalósuljon, mindkét erőre szükség van. Ezért minden tehetséges művész, férfi és nő egy szemében. Amikor megkapja az ihletét, vagyis amikor a mű magja kipattan a lelkében, még férfi. Amikor azonban nagy türelemmel felnöveli a magot, megérleli és megvalósítja, nő. Megtermékenyíteni a lelket csak is a férfi erő tudja. Létrehozni csak is a női erő képes. A létrehozáshoz sokkal nagyobb erő kell, mint a teremtéshez. A szikra kipattan, de az erdőtűzben már hatalmas erők szabadulnak fel. Ezért tapasztaljuk, hogy a nők erősebbek, és tovább élnek. Minden alkotásnak vannak férfi és női fázisai. Apja és anyja vagyok műveimnek. Két nemű életünk. Minden férfi életének vannak női szakaszai, és minden női életnek férfias fázisai. Ez akár egyetlen napon belül is ide-oda tud ingadozni. Lüktet, mint a ki- és belégzés, mint a szisztolé és diasztolé, mint a jó és a rossz hangulataink. Az EKG-ba szisztolé, diasztolé, mindegy. Mint a megértés és a megérzés. Egy beszélgetésben például, nem tudom, észrevetted-e, a másikat valóban meghallgatni azt jelenti, hogy befogadóvá, nővé kell válnod hozzá. Egy beszélgetésben például, nem tudom, észrevetted-e, a másikat valóban meghallgatni azt jelenti, hogy befogadóvá, nővé kell válnod hozzá. Be kell engedned magadba valakit, hogy megértsd. Ha nem ezt teszed, ha kívül marad, nem őt hallod, csak magadat. A másik ember megértéséhez odaadás kell. Ehhez olyanná kell válnod, mint a várakozó anya öl. Ha nem ezt teszed, ha közben a saját elveidet szajkózod magadban, ha azonnal véleményezed és kritizálod a másik mondatait, és miközben a füleddel hallgatod őt, a lelkedben konok belső monológot mondasz, és alig várod, hogy megszólalj végre, sohasem fogod megérteni az embert, aki hozzád szól. Ezt is még egyszer. A másik ember megértéséhez odaadás kell. Ehhez olyanná kell válnod, mint a várakozó anyaöl. Ha nem ezt teszed, ha közben a saját elveidet szajkózod magadban, ha azonnal véleményezed és kritizálod a másik mondatait, és miközben a füleddel hallgatod őt, a lelkedben konog belső monológot mondasz, és alig várod, hogy megszólalj végre, sohasem fogod megérteni az embert, aki hozzád szól. Hasonlóképpen egy tanulási folyamatban is először hagynod kell, hogy hasson rád az ismeretlen. Meg kell feledkezni a szempontjaidról. Be kell fogadnod, és csak ha beérik benned, akkor tudsz szelektálni, megszabadulni attól, ami nem kell, és beérlelni az informális tudást megismerésé. Akkor lesz a tiéd. Ahogy egy anya is azt érzi, hogy a gyerek az övé. Akármennyire mocorog benne valaki más, mégis az övé. Egy mester-tanítvány kapcsolatban a mester a férfi. A tanítvány a nő szerepét kell, hogy játssza. Hagynia kell, hogy a lelke megtermékenyüljön. Később, amikor a tudása beérik, válik ő is mesterré, azaz teljes emberré, aki már mindkét nem titkát ismeri. De mint ható mester,
A férfi szerepét kell, hogy élje. Ez akkor is így működik, ha testileg éppen egy nő a mesterünk. Mesterként a nő is férfiként működik. Ezért történik meg gyakran az a nehezen kivéthető műhiba, hogy a páciens beleszeret a pszichológusába. Ez is férfi-nő kapcsolat, független attól, milyen nemű a páciens vagy a pszichológus. Az adó szerep férfias, és az elfogadó a női. Remélem nem zavartalak össze. Ha úgy tűnik, csak azért van, mert nem ismerted még föl, hogy kétpólusú vagy. Ima. Ezt már az előző részben is elmondtam, tehát minden címnél hagyok egy kis szünetet, és akkor lehet tudni, hogy ez egy újabb helyezet vagy rész. Szóval ima. Imádkozni a legférfiasabb férfi is csak női lelkülettel tud. Az a mondat, hogy legyen meg a te akaratod, csak is női, befogadó lélekkel mondható ki. Tégy velem, amit akarsz. Te tudod, mi a jó nekem? Én nem tudom. Nekem nincs akaratom. Csak is az, amit te akarsz. A férfi akaratos tudata könnyen összeszikrázik a teremtői akarattal. Hiányzik belőle az alázat. Nem tűri, hogy egy nálánál magasabb hatalom mondja meg neki, hogy mit tegyen. Mi még az Istennél is mindent jobban tudunk. Alámenni senkinek és semminek, még az Istennek sem szeretünk. Az Ótestamentumban, amely egy abszolút patriarchális, férfi tudattal írott mű, sokszor fordul a teremtmény a teremtője ellen. Vitázik, alkuszik, küzd vele, és számtalanszor elárulja. Birkózik vele. Szüntelen háborúban áll, nem adja könnyen magát. Inkább ellenfele, mint híve. Az Isten pedig, hiszen ő is férfi, könyörtelenül megtorolja a hűtlenséget. Pusztulást hoz rá, özönvizet. Felüvölt, hangja dörög az egész kozmoszban. Megbántam, hogy embert teremtettem. Nagyon férfi könyv ez. A nők csak mellékszereplők. Ne félj! Ha már az imádságnál tartunk, itt egy valódi gyöngyszem. Kiragyog a többi közül, mert ami szép benne és igaz, azt egy olyan mester írta, akiben a szépség és az igazság egyesült. Aki sorait olvassa, azonnal tudja, hogy ez a kettő szétválaszthatatlan. Igaz csak az lehet, tudják ezt a gyöngyhalászok, ami szép is. Igaz csak az lehet, ami szép is. Tehát ne félj! Így kezdi vallomását Krúdi Gyula. Egy elfelejtett hírlap elfelejtett oldalán jelent meg valaha. Idézet. Ne félj, gondolom magamban, ha nagyon szomorú vagyok. Egykor imádkoztak éretted a nők is, akik a legjobban tudnak imádkozni. A nők imája még tán a végzetet is elfordíthatja azokról a fejekről, amelyek a bal sorstól megjelöltek. A magasságbeli hivatal, a fül, amely mindent hall ide lentről, a felhők felett úszó nagy gondolat, amely az érzéseket, szenvedélyeket, álmokat küldi a földre, bizonyosan pontosan tudja az anyák imáját, a feleségek, a gyermekek fohászát. És ők, a szeretők, hol következnek a sorban? Minden életben lévő férfi bízvás gondolhat arra, hogy nők imádkozták ki életben maradását. Egy édesanya, vagy egy szerető? Idézet vége. Leírtam, mert ilyen szépen nem mert azóta beszélni senki. A férfi szellemi nagyságát a nőkhöz való viszonya határozza meg. A férfi szellemi nagyságát a nőkhöz való viszonya határozza meg. Ez alól nincs kivétel. Ez aranyszabály. Ha egy vallásból hiányzik, vagy formálissá válik a nőtisztelet, az kihűl,
kiszárad, élettelen rendszer lesz belőle. Ha egy vallásból hiányzik, vagy formálissá válik a nőtisztelet, az kihűl, kiszárad, élettelen rendszer lesz belőle. Embertelenné válik. A nagy magyar írók csúcs pillanataikban úgy gondolkodtak, mint Krúdi Gyula. Madács épp úgy, mint Mikszáth, Petőfi, Arany, Radnóti, Adi, József Attila, Babics vagy Nagy László. Karinti tűnik kivételnek, csak hogy neki az élete is az volt kivételes. Fiatalon elveszítette lelkitársát, Judit etelt, és lelkileg egyedül maradt haláláig. Idézet. Ezt a könyvemet feleségemnek akartam ajánlani, aki a boldogság, a szépség, a jóság, az öröm és az élet volt e földön, és akit megragadott és föld alá tiport a gyűlölet és téboly, mocskos magzatja, a dögvész. Most, hogy immár nem olvassa többé, ő a szeretet és megértés, átadom könyvemet a hideg közönynek, mely semmit meg nem ért, semmiben sem hisz, és mindent eltemet. Idézet vége. Később ezt írja. Életfogytiglani fegyházra ítéltek a fájdalomnak azon a reggelén. Ó Isten, beledöglöm. Vidámság nélkül lenni egy életen át. Idézet vége. Egy halhatatlan szerelem elvesztésének gyógyíthatatlan sebével élt. Nőkről szeretettel nem írt soha. Csak mérhetetlen gúnnyal és iróniával. Nem azért, mert humorista volt, hanem azért, mert az igazi helyet, szeretnivaló nőt nem talált már az életben. Többé nem volt kinek írnia. Nem értette meg senki. Ez a duál szerelem legőszintébb vallomása. Csak aki szeret, az ért meg. Krúdi Gyula különös dolgot állít. A nők imáját meghallgatja az Isten. Talán közelebb vannak hozzá, mint mi. Azt mondja, a nők sohasem lehetnek olyan hazugok és romlottak, hogy éjjel egyedül, gondolatban vagy halkan sóhajtva az Istennek hazudnának, ha valakiért imádkoznak. Ilyenkor őszinték. A nők imádsága kitartóbb pajzs, mint az acélból vert páncél a férfiak mellé. Nem szeretnék annak a férfinak a bőrében lenni, mondja, akiért nem imádkozik senki. Krúdi ugyanazt állítja, mint Madách Imre, hogy a történelem végén, az általános pusztulás idején a nőnek különös szerep jut, ő lesz az embernek és az emberiségnek a megmentője. Miért? Mert jobban hallja az isteni hangokat. Az Úr azt mondja Ádámnak, figyelj a párodra, mert ő hall jobban engemet. Te süket lettél. De miért adta azt a címet írásának, Krúdi, hogy ne félj? Tovább olvasom a cikket, és tudom már. Mert a világháború alatt írta. Az első nagy pokol járásunk idején, amikor a férfiak a fronton voltak, és ölték, pusztították egymást. Meghaltak, megnyomorodtak, egy életre tönkrementek, sokan. Sötét korban született ez az írás, idézet, minden nő imádkozik Magyarországon, mondja. Aki sohasem tudott, az is. Ne félj, mondja önmagának, talán életben lehet maradni. De ahogy tovább gondolom ezt a mondatot, és a saját lelkembe nézek, valami más, nehezen kimondható igazságot találok magamban. Hogy félek? Nő nélkül félek. Igen, félek. Mi félünk, uraim! Anya nélkül, társ nélkül, szerető nélkül félünk. Lehet, hogy a nők is félnek, hiszen ők is a halandó emberek, Tehát lehet, hogy a nők is félnek, hiszen ők is halandó emberek, de nem annyira, mint mi. Mi nagyon félünk, mint az elhagyott gyerekek. Mi szabályosan vaszogunk. Nekünk nagyon fáj, ha nincs senkink. Mi félelmünkben harapunk,
elvetemültek leszünk, gonoszok, vadak és elveszettek. Ha nem szeretnek bennünket, és főleg, ha nem tanítanak meg szeretni, mi félünk. Nem kell hozzá háború és világvége, nem kell gazdasági válság, csőd és összeomlás. Mi eredendően félünk. Félve is születtünk. Anyaöl nélkül, anyatej nélkül, ölelés nélkül, jó szó nélkül, bölcs és megnyugtató erő nélkül, mely belőletek, nőkből árad, mi félünk. Nem mutatjuk, nem beszélünk róla, Isten őriz, nem férfias. De nézd meg 100 családot, hány férfi fél és aggodalmaskodik benne, és hány nő? Hány nő ad erőt és mondja, majd csak lesz valahogy, és hány férfi? Ne hidd, hogy az agresszió bátorság és erő. Fenét, félelem, kifelé fordult rettegés. Tegyem meg ezt a pókot, már milyen régóta mászik a lábamon. Bocsánat. Ezt amúgy is még egyszer akartam mondani. Ne hidd, hogy az agresszió bátorság és erő. Fenét, félelem, kifelé fordult rettegés. A rémülten vicsorgó kutya lélektana. Nem szeretnék annak a férfinak a bőrében lenni, írta Kródi Gyula, akiért már senki sem imádkozik. Átfordulás. A férfi a szeretkezés... Istenem, már ez a kis pók. Vagy többen vannak, nem tudom. A férfi a szeretkezés csúcs pillanata előtt még olyan, mint egy prédáját megragadó, feszült erektől duzzadó, kérlelhetetlen és erőszakos királytigris. A csúcs pillanat után azonban kiszalad belőle az élet, és a világ leggyengébb lényévé válik. Az ejakuláció után elveszti hatalmát, nyűszít vagy nyög, mint egy haldokló, akiből kiszállt az erő. Testének feszültsége átcsap lazaságba. Izmai elernyednek, erejének duzzadása megszűnik. A yang erő átvált yinbe. Amire a nő panaszkodik, hogy párja az ölelés után nem szeretgeti, babusgatja őt tovább, nem csak azért van, mert a férfi önző, és ilyenkor nem szereti már, hanem azért, mert átmenetileg megszűnt férfinak lenni. Elfáradt a férfiassága. Büszke nemi szerve is megpuhul, szánalmasan elbújik önmagába. Immár nem teremtő többé, hanem épp oly gyengétségre váró lény, mint a társa. Jó szóra, dicséretre szorul szegény. Hogyha már elvesztette a teremtői hím büszkeségét, legalább egy hálásan csillogó női tekintet kárpótolja elveszett hatalmát. A hazugságot is elhiszi ilyenkor, mert olyan hiú és olyan végtelenül kiszolgáltatott. A jó anya. Egy jó anyában rengeteg férfias tulajdonság van. Mivel évekig rá van bízva a csecsemő nevelése, és csak is egyedül ő tud szót érteni vele, ezért a szigor és gyengétség, a szabad és a nem szabad, az anyai együttérzés határainak megszabása, az engedés mellett a nem engedés, a gyermeki akarattal, sőt néha vad és hisztérikus erőszakkal szembeállított erély az ő feladata. Férfi ebben nem igen tud segíteni. Csak akkor, ha valami baj miatt rászakad az anyaság feladata. Egyébként a szimbiotikus anya-csecsemő viszonyba senki nem tud beleszólni. Az elomló, puha, túlnőies anyák nem jó anyák. Csak is azok, akikben a gyengétség és a szigor egyensúlyban van. A határok megvonása az eddig és ne tovább metafizikai értelemben férfi feladat. És a túlomlás minden határon a teljes elfogadás és a holisztikus egybeszeretés pedig női.
vagyis még a legnőiesebb női szerepben, az anyaságban is rengeteg férfi elemnek kell lennie. A férfi dolga. Ha meg akarod tudni, mi játszódik le egy női lélekben, olvas női írókat. Hát ugyanígy, hogy nőírókat, én nőit olvastam, bocsánat. Tehát ha meg akarod tudni, mi játszódik le egy női lélekben, olvas nőírókat. A lélek legfinomabb rezdüléseit és az élet legapróbb, számodra talán nem is fontos részleteit megismerheted. Főleg azt, hogy milyen nehéz nőnek lenni. De ha a női sors legmélyére vagy kíváncsi, inkább a nagy férfi írók műveit javaslom. A férfi szemnek, ha éles, megvan az a képessége, hogy az embert nem csak belülről, de magasról is meg tudja nézni. Az igazán nagy művek az ember örök sorsáról szólnak, bármilyen korban és bármilyen kis dologról szólnak is. A nagy művekből igen messzire látni. Anna Karenina nem tudott magáról annyit, mint Lev Tolstoy. A művet egy öngyilkos nő története inspirálta. De meg vagyok győződve róla, hogy a rálátásnak, saját lényének a belülről és felülről való szemlélete, egy szóval sorsának mély megértése, és ami szintén fontos, a társadalomba való beágyazottságának valóságos ismerete nem adatott meg a szerencsétlennek. Ez csak ritkán adatik meg nőnek. Tolstoy azonban Annáját innen látta. Belülről, kívülről és felülről. Nem csak az ő történetét írta meg, hanem az örök nő történetét is. Ami azt jelenti, hogy ez a sors a társadalmi beágyazottságon túl is érvényes, amíg ember él a Földön. A férfi, amíg igazi férfi tudattal gondolkodik, mindig túlemelkedik a történelmi korán, a társadalmán, még a saját családján is, és egy kicsit onnan próbál nézni, ahonnan az istenség látja az embereket. Ezért mondjuk azt, hogy az igazi művek halhatatlanok. Antigone és Elektra mindig aktuális művek maradnak. És amikor egy női olvasóm azt mondja, könyvemet olvasva, hogy én is tudtam, csak nem tudtam kimondani, akkor engem nem csak mint írót, hanem mint férfit dicsért meg, mert a férfi dolga a világban a megfoghatatlan érzéseket megfejteni és kimondani. Ez egy jó párkapcsolatban is így működik. De jól vigyázz! Kevés a jó párkapcsolat. Lev Tolstoyé sem volt az. Mint író, láng elme volt és léleklátó, de mint férj, csúfosan megbukott önmaga, a családja és a világ előtt is. A hétköznapi életében ugyanis nem zseni, hanem egy meglehetősen korlátolt férfi volt, aki a saját feleségét sem értette meg igazán. Írás közben teljes ember volt, aki tisztán látta nem csak a másik, hanem saját nemének tragikus gyarlóságát és hitványságát is. Ha a naplót írt, még a saját férfi létének a megoldhatatlan vétkeit is pontosan látta. A zsenik Isten szemével néznek. De csak akkor, ha éppen zsenik. Hétköznap esendő, zavaros emberek. De csak akkor, ha éppen zsenik, hétköznap esendő, zavaros emberek. Yin Yang. Az a férfi, aki elfojtotta magában a női tulajdonságait, nem csak a párját nem tudja igazán szeretni, vagyis a szó igazi értelmében megérteni, de valódi barátságra is képtelen. Hiányozni fog belőle a befogadás, a megismerés igénye, a lelki megtermékenyíthetőség, és főleg a rivalizálás teljes föladása. Még egy bensőséges, jó beszélgetésre is alkalmatlan lesz, mert nem fog tudni megérezni téged, mindig csak magát mondja, és a saját gondolatait gondolja, szüntelenül. Ha nem lenne a Yangban egy lappangó Yin, megérteni sohasem tudnánk egymást. Két erős Yang kapcsolata pedig mindig feszültségekkel teli,
rivalizáló, győzni, uralkodni akaró. De azért ilyen is lehet jó. Egy párkapcsolatban akkor tud egy férfias férfi egy férfias nővel tartósan élni, ha valami közös célra, sors feladatra, munkára, közös eszme megvalósítására szövetkeztek, ha segítik egymást a közös vállalkozásban. Rengeteg példa van rá. Inkább munka, mint élettársak. Egy sportoló nő nagyon értheti sportoló férjét. Talán csak ő igazán. És egy hegymászó nő megérti, ha férje a csúcson az életét veszti, mert ismeri azt a nagyra vágyó, sokszor transzcendens young szenvedélyt, amely a magasba hajtotta. Ő is így él. De a gyereküknek nem mindig könnyű. Ha kevés bennük a young, nem tudják őket utolérni. Lemaradnak. Kicsit úgy, mintha egy artista családba születtek volna, de lusta természettel, cirkuszi ambíció nélkül. Ritkán szokott ez megtörténni, mert a lélek a legtöbb esetben tudja, hová születik. De hogy finomítsam a képet, író és írónő, vagyis két alkotó házasságában, az egyik ösztönösen vagy bölcsen alá megy társának. Rendszerint a tehetségesebb. Van miből engednie. Nagy írónő, ha bölcs, igyekszik felnézni jelentéktelen férjére. És a nagy tehetségű férfi, ha nem túl hiú, nem nyomja el teljesen szerény képességű nejét. De mivel súlyos egyéniség, sokszor akaratlanul is rázuhan, és fénye elhalványítja az asszony gyenge kis fényecskéjét. A jó barátság egyik titka. Minden barátságnak van egy ritkán föleszmélt titka. A két barát közül az egyik férfi lány szerepet játszik. Ő lesz a yin. Egy nő pedig a barátnőjével való kapcsolatában a férfiét. Ő lesz a yang. Az egyik vezeti a táncot, a másik követi. Néha ugyan váltják a pólusokat, ahogy lelkükben is állandóan változik a két őserő, de metafizikai értelemben sohasem lehetnek egyneműek. Abban a pillanatban belép kapcsolatukba a természetes rivalizálás. A tánc hasonlatával élve egymás lábára lépnek. A yin-yang polaritása létünk teljes egészét működteti. Ez azt jelenti, hogy egyenrangú és kölcsönös tiszteleten alapuló barátságaink lehetnek ugyan, de azonos minőségűek nem lehetünk benne. Két kőkemény és erős yang barát vállalkozhat ugyan a Himalája megmászására, de az egyik mindig a mester, a másik a tanítvány lesz. Az egyik a vakmerőbb, előre megy, és ha meghal, a másik hűségből, rajongásból és odaadásból utána hal. Vagyis megnyilvánul a rejtett yin szerepe. A híres irodalmi barátságokban ez nyilvánvalóan így van. És nem tudunk róla a vallás történetben sem, hogy két mester szerette volna egymást. Még akkor sem, ha mindketten a szeretet minden hatóságát hirdették. Inkább vitában álltak, vagy taszították egymást. Egyik sem akarta vállalni a lány szerepet. És ez a nőknél is így van. Vagy én vagyok a kapitány, vagy a barátnőm. Mindketten nem lehetünk, mert nem indul a hajó. Ha pedig egyikünk sem az, hiányozni fog barátságunkból a feszültség, a szeretek beszélgetni vele izgalmas otthonossága. Az ilyeneket hívom áramtalan kapcsolatnak, ami hamar ellaposodik és langyos lesz, vagy kihűl teljesen. A minőségek egy baráti kapcsolatban időnként váltakozhatnak, van, amikor ő vezet, van, amikor én, de valakinek irányítania kell, még egy táncban is, mert a két nemű lét ezt így követeli. A nemek feletti vonzalmat, melyet már nem a polaritás működtet, csak is az angyalok ismerik. De erről mi keveset tudunk. És végül az öregség című alfejezet.
Mit szeretek benned, ha már nem vagy férfi? És kit szeretek benned, ha már nem vagy nő? Ez az öreg emberek nagy kérdése egymáshoz. Kevesen találnak rá választ. Inkább szeretnek egyedül lenni. Következő alkalommal a boldogtalan embereket nevelünk című részt kezdjük el majd közösen olvasni. Remélem örömötökre szolgál ez az új sorozat. Müller Péter, kígyáj! Köszönjük szépen! Nagyon hálásak vagyunk ezért az alkotásért. Na jól van. Majd, ha akartok, akkor jelezzetek. Ja, ide dugom be a telefont, hogy ne legyen. Mindig fúj a szél, nem tudom máshogy megoldani. És azért van, hogy nem is nagyon engem láttok, de a hang a lényeg. Mert amúgy, tehát sajnos beleizél a szél. Próbáltam már mikrofont, már mindent próbáltam. De még eddig ez a legjobb. Na jól van. Hát gondolom, majd folytatjuk. Ha szeretnétek a jövőben ezeket a könyv felolvasásokat, és van lehetőségetek arra, hogy mondjuk támogassátok a könyvek beszerzését, valamint az adatforgalmat, tehát ez ugye ezeknek a tartalmaknak a feltöltését, akkor majd leírásba beteszem a bankszámlaszámot, ahova természetesen lehet utalni. De egyébként a könyveknek is örülök, csak ide Tenerife-re nagyon borzalmas, körülményes, meg egyébként nagyon drága. Tehát egy 3500 forintos könyvnek a kiküldése ennek többszöröse. Úgyhogy általában úgy szoktam megoldani, hogy barátaim, akik tudom, hogy jönnek, vagy ha nem is barátom, ismerősöm, de tudom, hogy jön, és akkor az ő címére kerülnek megrendelésre ezek a könyvek, és akkor úgy ők kihozzák. Így lesz ez egyébként pont a mai napon is a két Baktai Ádám könyvvel. Köszönöm, hogy meghallgattál. Kérlek szépen olvassál, tehát ez az egész videósorozat egy kedvcsináló és gondolatébresztő is. Tehát ezzel kapcsolatosan, ha észrevételetek van, nyugodtan írjátok meg, fogalmazzátok meg, nem muszáj megírni. Igazából már az is nagyon nagy dolog, ha valaki gondolkozik. Hát, ha kérdésetek meg észrevételetek van, akkor az pedig a szokásos módon Messengeren Juhász Tamás Miklós néven, telefonon a 3670-351-7601-es WhatsApp telefonszámon lehet eszközölni. Köszönöm, hogy meghallgattál. Om Tat Szat, Hare Krishna, Hari Hari Bol.